No, srácok, hát nagyon sokat bénáztam az első részben, semmit nem sikerült értelmeznem igazából, megint nem olvasom el rendesen a küldetést, mint mindig. Annyit csináltam gyorsan, hogy ugye fölépítettem ide egy talapzatot, körberaktam egy kis falat, és legalább egy tetőt csináltam ide, este volt, majdnem szétfagytam. Gyűjtöttem egy pár bogyót, semmi nyersanyagom nincs, minden fa elfogyott a reggel, van kukorékkal a kakas idegbajt kapok. Az összes faanyag elfogyott, hogy fölépítsem ezt a házat idáig. Nagyon vicces, ha itt hagyom a kaját, szedtem bogyót, ide tettem, csináltam egy tábortüzet, hogy ne fagyjak meg, ide tettem, hogy süljön. Tök mókás, magától is sül, csak lassabban. De ha itt vagyok és nyomom, akkor szépen gyorsan ezt végig csinálja, és sokkal gyorsabban elkészül a kaja. Úgyhogy jó pofa, mindegy. Most ami elkészült, fölveszem. Megeszek belőle valamennyit, mert... Ja nem, várja, ez nem megeszi. Jó. És akkor megyek ki gyűjteni, mert muszáj némi nyersanyag. Meg majd ide egy lépcsőt is szeretnék, mert jelenleg leesek. Szóval, hogy annyi a sztori, hogy ezeket meg kell majd támadnom, ezt nem sikerült értelmeznem nagy okosan. És utána fogom tudni... Hoppári, az micsoda? Hát ez mondjuk már valami hatodik szintű, nem kéne vele megütközni. Jézus, milyen lények! Szóval, hogy nincs se baltám, se csákányom, ami ritka nagy kreténség volt a részemről, és egyébként, na, amit még szeretnék kipróbálni, tudok úszni. És egyébként ezek gonoszok? Tehát, hogy alapból támadnak-e, vagy sem. Kíváncsi lennék, hogy tudok-e úszni, mert mondjuk ez még egy vízválasztó nagyon a játékoknál. Tudok úszni is. Nagyon szimpi ez a játék. Rühjellem az olyan játék, de beesel a vízbe, azt meghalsz. Ez egy kreténség, ez nem ilyen játék, tehát itt tudsz falra mászni, tudsz úszni. Na, ebből a szempontból egy kis Zelda jön át, vagy várjál, nem? A Zelda lehet, hogy meghal, ha vízbe esik, nem? Most erre hirtelen nem emlékszem. Na jó, gyorsan gyűjtök fát, követ, megcsinálom a két alapvető eszközömet, a baltát és a csákányt, hogy tudjak nyersanyagot kitermelni, és akkor betámadjuk ezeket a gonosz csirkéket. Na, így gyűjtögetek össze-vissza a vízparton, és találtam egy ilyet. Wow! A képességemet növelte, hogy elkapjam ezeket a lényeket. Hát az nagyon jót tesz, mert ebben ez a képességem az jelenleg kb. Nulla. Úgyhogy, na jó, szerintem most már elég nyersanyagot gyűjtöttem, visszaszaladok, és akkor megcsináljuk ezeket a kezdetleges szerszámokat. Szerintem más ne legyen ilyen kretén, mint én, és mondjuk azzal kezdje. Tehát kicsit hatékonyabb tudna lenni a dolog. Egyébként egészen szép, tehát kicsit ilyen rajzfilmszerű a sztori. Ilyen... Nem túl realisztikus, de mondjuk szerintem nem is baj egy ilyennél. Ide ígérem, fogok majd csinálni egy lépcsőt, csak most már ezt nem akarom többet elszúrni. Igen, és sajnos ezek romlanak, ezek az utcok. Tehát, hogyha gondolom ide tetőt raknék, akkor kevésbé gyorsan romlana, így viszont romlik. Na, a baltát azt gyorsan legyártjuk. Szuper, és meg is van, és a csákányt is legyártjuk. Jó, hát így azért már egy picit jobb a helyzet, hogy van egy baltám és van egy csákányom, és egyébként ezeket hozzá tudom rendelni valami... Valami... Nem vettem föl. Hol a csákány? Nem vettem föl. Most már fölvettem. Ott van a hátamon. Wow! Hogy tudok váltani? Az egérgörgővel. Nagyszerű. Jó, hát akkor nézzünk meg egy favágást. Azért így már egy kicsit ilyen izé... harcosabb feelinggel tudok neki menni. Eddig nagyon jó vagyok. Kérdés, hogy vannak-e ilyen jellegű skillek, hogy favágás meg... És ez kidől egyébként? Egy... Aha, a fejemre dől az egész. Jó. Hát azért remélem, hogy egy idő után ezek visszanőnek, és nem lesz az, hogy az összes létező fát kitermelem, akkor költözhetek el. Jó, hát igen, szóval meg így, ahogy ellátok a nagy ködös távolba, azért gondolom ez nem egy ilyen apró 10 négyzetméteres világ. Feltételezem, azért lesz itt tartalom dögivel. Úgyhogy ez még csak early access. Na, nézzünk egy kőkitermelést. És itt is közbe is jön, ez nagyon jó. Tehát nem az, hogy a végén ütsz egyet, és akkor termelik ki. Szerintem ez is... Ó, oh, és néha egy ilyen páldium is jön. Aha, mi történt? Ja, a súly kapacitásomnak annyi.
Na ezért jó. Ja, van nekem egy csomó elosztogatható pontom. Hát rágyúrunk a súlyra. Mert ugye én Luther Ninja vagyok, és azt szeretem. Majd utána fejlesztünk mást is. Na várjál, viszont akkor elvileg kell, hogy legyen technology pontom is. És akkor itt már megfontoltabban Repair Kit, majd csinálunk olyat is. Shield. Wow. Dárda, ruha. Ó, oh, van itt minden. Riasztó csengő. Csapda. Hát nem tudom. Ezeket majd még kitalálom. Hány ponton van? 6. Tehát szerintem legyen egy ruhánk, mert múltkor is majdnem megfagytam este. Legyen egy dárdánk, mert azért szerintem ezzel egy kicsit hatékonyabban tudjuk majd ezeket gyilkolni. Illetve az a Reaper kit, ez szerintem egy idő után nagyon szükséges lesz, mert már most is romlik ott a munkapadom. És akkor még egy pontunk maradt is. Azt szerintem most még megtartom. És ezek micsodák itt fönt? Ja, hülye vagyok. Ez az legelső. Nem értettem mi az, az előző terület. Jó, hát akkor így egy kicsit több tárkapacitásunk van, és ugye ott egyből látható, hogy 450, és még tudok egy kicsit gyűjtögetni. Nem biztos egyébként, hogy kell nekem ennyi kő. És egyébként ez a nagy kő, ez milyen típusú kő? Aha, nem kéne puszta ököllel. Jó, akkor ebből befejezem a házikómat, szerintem. Körbeépítem a tetőt. És remélem, hogy akkor jóval kevésbé fogok megfagyni. De egyébként korrekt, tudok menni. Így is tudok menni. Csak gondolom kicsit lassabban. Kell egy lépcső. Teljesen ARK lépcső. Nagyon jó ez a játék. Mit keres ez itt? És ennek alig van HP-ja. Hát ezt el kéne kapnom. Cica, várj meg! 100%! Basszus, és véletlenül nem canceleltem. Na ez viszont baj, hogy ezt ha, tehát igazából azt kéne, hogyha lenyomom a bal gombot, akkor dobja el, nem azt, hogyha elengedem a Q-t. Jó, hát most ilyenből gyártatok akkor újat, pedig ezt 100% lett volna elkapni, lett volna egy cuki cicám. Ezt legyártjuk az összeset, nem szarozunk. Repair kit nincs, és radikálisan romlik az állapota a kis épületünknek, vagy a workbenchnek. De most ezt a cukker cicát ezt el kéne kapni, és egyébként ott folyamatosan adja nekünk az XP-ket, negyedik szinti vagyok, de már ennek is mindjárt felénél. Úgyhogy ez mondjuk tök szimpi. Szerintem most nem akarok szarozni, egyébként este, szintén mint az ARK-ba, csumpi sötét volt. Tehát igazából, na lehet, hogy ez közben felgyógyult, ez ugyanaz a cica volt, vagy az a cica? Ez zabál közben valami kaját, és meggyógyul? Hát igen, tartok tőle, hogy ez most már nem olyan. Most már nem olyan vétlen. Vagy védtelen. Jó, hát akkor szegény, most ez így tényleg az, hogy így vágjam pofán baltával? Hát ez nem olyan nagyon barátságos ez a játék. Jó, akkor most... Igen, ez a cancel, ez nekem nem annyi. Jaj! Mérges lett a cica. Pofán vágjuk a baltával a cicát. Jön a másik cica! Úristen! Cica, ne bánts! Ne bánts! Á, segítség! Most van tanyádat. Kis rózsaszín keretén. Segítség! Ez milyen? Hogyan adéként? Mekarom fogok. Ez beszarás ez a játék. És jön a haverja is. Muszáj, kinyírjatok engem, hagyjatok már békén. Nézzek, támad. Megölnek, lezúzza még a követ is. Ez egy ilyen izé. Karate cica. És szétszúzta a követ. Na figyelj! Most se nyerem meg, de most zöld. El kell, hogy kapjam. Áh! És most mi van? Kiszabadul? Ezt nem értem. Na jó, néni kédet. Szétütöm az arcodat. Köcsög, 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 cica! Rossz cica! Szegény megdöglött. Ez borzalmas ez a játék. Szegény cica. Nem akartam megölni, de nem hagyott más választást. Itt fekszik. Ez borzasztó. Szegény. Jó, de várja, ott egy E betű. Az most mit jelent? Most akkor el van kapva, vagy nincs elkapva? Lehet, hogy elkaptam. Na várja, kell csinálni, építsünk egy ilyen izét, bizét, egy ilyet. Most már tudok építeni. Ide tesszük, jó? Itt
Pantörpikus. Jaj. Na, ezt lehet, hogy ez kellett volna előbb, basszus. Most nem tudom, mit csinálok, de lehet, hogy körbe falasztam a házamat nem jó módon. Igen. És akkor most? Work pal to the base. Deployolnom kell ide, hogy dolgozzanak. És itt van egy elkapva. Hát ide deployolom. De hogy? Hú, várjál. Ide, így nem. Te be tudom rakni. Jaj, de cuki vagy. És mit csinálsz? Nekem dolgozol? Második szintű, elég ratyi vagy. És gyógyul. Jaj, de arany. Ennyit ide be tudok rakni? Cat helper. Nem tudom, hogy mit tud csinálni. Főleg úgy, hogy ide leviszem, és akkor eltűnik a menü. Box 1. Ja, de várja. Így rendeltem a bázishoz. Mert ez csak a dobozka. És most ő mit csinál? Ez mekkora cuki! Elkezd nekem követ farmolni, mint egy vadállat. Hát beszarsz, olyan cuki ez a játék. Miningol. Kőkiller cica. Hát ez a játék! Halálkomolyan mondom, ez volt jó. És szegény, ez itt lesz örökre? Nem. Le tudjuk lökni a sziklán. Ez rémisztő, ez szörnyű. Szegény. Nem tudjuk föléleszteni? Olyan aranyos volt, csak... ez borzasztó. Szia, cica. Ne haragudj, de... rossz nézni itt a testedet. Úgy, majd belelöklek a folyóba, és elgurulsz. Na jó. Atom cuki ez a játék. Halál komoly. Megvadul cica, ott bontja izét. Ja, nincs ágyikója szegénynek. Jaj, ott írja pirosan, kell neki ágyikó. Fel fog lázadni. Itt az ágyikója. Hova kell? Ezt belülre kell tenni, vagy kívülre kell tenni? És ha ide belülre teszem, akkor az bejön, és itt fog aludni? Nem tudom, hogy jó ez. De mindegy, szegény, legyen már itt, nehogy kint megfázzon. Először is föl kéne építeni. Segít építeni, te cukker, építi a saját ágyát, beszarsz! Nem piti a srác. Figyelj, én abba is hagyom. Megépíti. Aztán aludhatsz is benne, jó? Ez elképesztően cukker. De komolyan, nem kell hozzá assignolni? Nem. Jó, csináljunk tetőt, mert megfagyunk este. És most már megint hamarosan jön az este. Cica úgyis el van odakint, ez most speciál pont nem tető. Hú, srácok. Hát, őszinte leszek, nem csodálom, hogy ez a játék népszerű. Mert tényleg felrobbant benne a cukiság bomba. Az a baj, nem baj, mostanában jelenne meg talán valamikor, bár mindenre azt mondják, hogy majd egyszer megjelenik, azt nem jelenik meg soha. Az ARK 2. Hát a kutya nem fog vele játszani. Ha van helyette ARK cukiság edition. Igen, nem konnektál sehova. Tudom, de nem rajtam múlik, hogy nem konnektál. Na, hát ez most már azért egy mini bázisnak nevezhető. Úgyhogy egészen jók vagyunk. Hát a cica az gyűjti... Jézus Mária, nem aprózz el. Azt a rohadt. Jó nyomott cica. Akkor én meg gyűjtök fát. Hát ez a játék, ez rohadt jó. Komolyan mondom. Na jó, kicsit gyűjtünk nyersanyagot a cicával. Na, a cica annyira bebusztolt kővel, hogy kellett építenem gyorsan egy ládát, mert kb. Cuppon vagyok. Hú, van aranyam, meg kulcsom, meg minden. Van mindenféle érc, bogyó, stb. Beszarás. Hát ez nagyon jó, komolyan mondom. Tudom, hogy most megint lenne küldetés, majd mindjárt megnézem. Csak tényleg az a baj, hogy arra nem figyelek soha. Na, ezt ledobtam az előbb. Ami még egyszer nem volt ledobva, átfutok rajta, fölveszi. Viszont annyira túl voltam terve, az előbb nem tudtam járni már. Nézd meg, megy be. Hát ez mennyire aranypofa. És viszi be a ládába a cuccot. Egyelek meg, te édes pofa. Hát mindjárt megsimizem a búrádat. Ez maradjuk ki ez a játék. Jó Istenem. Na, most már komolyan mondom, még jobban drukkolok, hogy ne járjanak sikerrel a Nintendo ügyvédei. Ez iszonyat cuki ez a játék. És nézd meg hozzá. Hát beszarsz, hogy milyen cukja, hogy hozza. Az meg ott reggeli tornázik. Na jó, hát és akkor befogunk még egy cicát, és annyi ágyikó fog kelleni, ahány állatom van, akkor nem lesz nekem helyem a házamba. Mert én marhasok cicát akarok.
Itt van egy ágyikó, de hát gondolom akkor sok ágyikó kell, én meg nem szeretném, hogy szegények kint megfázzanak. Itt fog aludni öt cica. Na jó, csinálunk még egy ágyat. Illetve most nem csinálunk, mert ugye... Na de várjál! Ó, de korrekt! Nincs nálam semmi, viszont benn van a dobozba. Nincs nálam kő, azt hiszem. Nem kellett hozzá kő? Az Isten itt már, hogy ezeket mindig eldobálom. Véletlenül rossz gombot nyomok meg. Ezt szerintem át fogom állítani. Azt se tudom, mi a build menü. Igen, tehát fa 63. És szerintem nálam nincs egy darab fa se. Úgyhogy akkor viszont az nagyon korrekt lenne, ha belenéz a ládába, és használja a láda tartalmát. Nagyon szuper. Na, gyűlölöm az olyan játékokat, akiknél ezzel kell szenvedni. Itt szerencsére akkor ez nincsen. Nagyon jó. És akkor figyelj, ezt ide leteszem, és jön a cica, és megépíti. Azt nézd meg, karacuki. Ez nagyon jó. Jó, akkor itt fognak alukálni állatkák. Aztán viszonylag hamar kevés lesz ez a ház, és újat kell majd csinálni. Jó, és akkor egy barikát is szerintem, vagy egy ilyen csirkét is próbáljunk meg elkapni. Éhes vagyok, várjál, éhes vagyok. Kéne enni. Egy, kettő, három, és egészen jó állapotba kerültünk. És akkor, hát ez mondjuk egy harmadik szintű, én meg nem is tudom hányadik szintű vagyok, negyedik? Ott van, negyedik. Jó, hát akkor azért ezt még megpróbáljuk szerintem. Jó, és akkor most 85. Hát ez még nem 100%-os. Igen. És erre miért tudok ráállni? Ezt sose értem. 100. Jézus! Egy kis bug. Egy kis bug. Most fogok meghalni. Na most ez komoly. Ez nagyon gáz. Ráálltam arra a szarra, és kilőtt az űrbe. És most hol itt a bázisom? Hát jó, akkor itt szeretnék újraéledni. Hát ez nem jó. Ilyet legközelebb nem csinálunk. Hogy tudom az összeset elvenni? Jó, hát minden esetre elkaptuk a csirkét. Ez idáig szép és jó. Csak... Ja, de várjál, nem tudok többet deployolni. Mert ugye dobozba betehetem, de a bázisomnál nem lehet aktív. Itt van bent, ez szuper. Ja, és akkor ez favágó. Ez meg dolgozó rabszolga. Jó, csak nem tudok ide tenni többet. Tehát akkor upgrade-elnem kell, gondolom. Hogy, hát akkor viszont most lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy a favágót tesszük aktívra. És akkor az most tényleg el fog menni fát vágni? És a másik az mit csinál? Elmegy aludni? És már van elég sok kövem. Hát ez nem csinál semmit. Pipi. Nem viszett túlzásba az aktivitást. Cica az szimpatikusabb. Na jó, hát szerintem kicsit azért ezt nekem ki kéne tapasztalnom, mert így elég sokat bénázok. Azért amit tudok, szerintem beszórok ide. Már csak azért is, hogy ne veszítsem el egy-kettő, hogy az inventorimat ne terhelje. És egyébként ezek a bogyók, ezek kőkeményen elrohadnak, úgyhogy remélem majd lesz, mint az ARK-ba, elektromosság, meg hűtő, meg minden. Ez nem az én emberem volt? Akkor hol az én emberem? Mission complete, Pearlbox upgrade. Na! Hogy tudom upgrade-elni? Jó, nézzünk küldetést, mert sose nézem. Tab inventory, igen. És akkor a státuszokat tudom megint izélni. Nagyon jó. Mit izéljek? Stamina, attack, defense, work speed. Én még mindig a súlyra fogok rányomni. Nagyszerű, ez megvan. Akkor el kell kapni 5. Ez a kis birka, azt hiszem. Ez a Lambos. And earn an XP bonus. Jó, increase your player level by capturing 30 állatot. 7. szintig kell építenem a bázisomat. Hát ez mind szép és jó. Miért villog az E betű? Aha, majd ezzel utasítást tudok neki adni, gondolom. De akkor ez az én állatom. Miért nem csinál semmit? Pofon váglak. Hát
beszélje. Switch to automatic work mode. És azt hogy váltom? Na várja. Jó, kicsit itt elbénázgatok, jó? És majd utána mondom. No, sikerült a bázist upgrade-elnem, este van, bejöttek ezek a cukik, itt alszanak. Ez mondjuk tök tetszik, tehát legalább ezt így nem szúrtam el, és be tudnak jönni. És hogyha ide jövök, akkor sikerült nyomnom egy szimpla V-t, és itt volt ez a base upgrade, és második szintre sikerült fölépítenem a bázisomat, és engedte, hogy kettő állat, vagy egy állatka helyett kettő dolgozzon. Most elvileg egy ilyen ágyikót kéne csinálnom, hogy meglegyen majd ismét a következő szint, ez még nincs meg, és akkor tudok majd tovább fejlődni. Ezt a izét még nem találtam meg, hogy hogy tudom azt, hogy automatic work mode, de mindegyik állatnak, hát először is bejövök ide, mert szétfagyok, mindegyik állatnak vannak saját kis jellemzői, mindjárt mutatom, ide most egyelőre nincs berakva semmi, a technology tree az megint egész jó, 7 ponton van, megint tudok nyitni, és ugye itt csak az általános információk, és akkor hát így látom itt, hogy ő mit csinál, de a cica az szuper cuki volt, hogy lényegében mindenbe besegített, tehát ez építkezett, ott az a kis kéz, azt gondolom azt jelentheti esetleg, hogy ilyen ház körüli dolgokat, illetve a csákány, hogy fát vág, ez meg elvileg csak bebusztolta nekem ezt a favágó képességet, ez annyira nem volt nagy szám. Jó, nem akarok olyan nagyon sokat bénázni, mint ami történik, úgyhogy egy kicsit ismerkedem a tereppel még, meg a lehetőségekkel, és akkor utána jövök a harmadik epizóddal, amikor már nem a kezdeti döbbenet és rácsodálkozás, hanem némi hasznos információt is tudok adni róla, mert ez így egyelőre tömény bénázás. Úgyhogy kivárjuk a reggelt, és kicsit boostolom a karakterem, és aztán onnan fogunk következni legközelebb.